Az idei esztendő a 20., hogy Szekszárd szülöttére, Mészöly Miklósra, Kossuth Díjas íróra emlékezünk. Annak ellenére, hogy számos kulturális intézmény zárva volt az év kezdete óta, a közös munka eredményeként a hagyományoknak megfelelő ünnepségsorozatra kerülhetett sor, mondta Ódor János Gábor, a Vosinszky-Mór megyei múzeum igazgatója. Mészöly Miklós, mint hagyomány, vagy mint ikonikus alkotója Szekszárdnak, azt gondolom, Szekszárdnak sokkal fontosabb, hiszen Mészölyt azért országos kultusz is övezi, hogyha úgy nézzük, tehát lehetne ezt egy messzebb, egy országos vagy kárpát-medencei szemszögből is nézni, hogy az ő jelentősége, munkássága hol helyezkedik el az irodalomba, kortárs irodalomba. Szekszárdnak azt gondolom, ez nagyon fontos, hogy olyan fajta alkotókra, olyan fajta művészekre támaszkodjon, és olyan alkotóknak a kultuszát próbálja építeni, akik a minőséget képviselik. És Mészöly Miklós már saját életében is ezt mindenki tudta, hogy ő egy nemzetközileg is számon tartott, és mindenképpen a súlyát tekintve egy oda való alkotó volt, író volt elsősorban, és az, hogy Szekszárdon született, illetve nagyon kötődött ehhez a tájhoz, ehhez a városhoz, az valahol ránk is egyfajta olyan kötelességet ró, hogy az emlékét ápoljuk. Nagyon hálásan gondolunk, ha most már 101 esztendővel ezelőtt született Póc Alenre, aki egy éve volt fiatal Mészöly Miklósnál, a feleségnek, hogy, és az akkori városvezetésnek, hogy magának a Mészölynek a hagyatéka, tárgyi hagyatéka Idegszekszárdra jutott, hiszen ez alapozta meg azt a Mészöly napot, meg aztán a később kibomló egész Mészöly kultuszt, ami Szekszárdon itt jellemzi, magas iskola, ami nyáronként szokott lenni, és egyéb rendezvények is, Mészöly tanya is most már ebbe a sorba illeszkedik bele, hogy ez elindította ezt a folyamatot, amely most már 20 éve tart. Márjánovics Diana, a Mészöly Miklós Egyesület elnökének véleménye szerint a mai kortárs magyar irodalomra is jelentős hatása van Mészöly munkásságának. Az Egyesület abban tud segíteni, hogy a hagyatékot gondozza és próbálja elősegíteni minél hatékonyabban a kutatást, a Mészöllyel kapcsolatos kutatást. Több rendezvényt is szervezünk. A legutóbbi az a decemberi Mészöly konferenciánk volt, és annak pont az volt a témája, hogy miért élő ma Mészöly, miért fontos vele foglalkozni, és hogy milyen hatással van ma a kortárs szövegekre. Tehát mi ebben igyekszünk munkálkodni, és nagy öröm, hogy Szekszárd minden évben óriási segítséget nyújt ebben, és Szekszárd az a másik bázis, ahova mindig visszatérhetünk, és ami egy fontos pontja a mi tevékenységünknek is. Az Egyesületet Polcelen alapította Mészöly özvegye, és hát szerintem mindenki úgy tud magáról a díjról nyilatkozni, hogy ez az egyik legautonómabb díj a hazánkban, hogy aki megkapja, az nem kérdés, hogy mondjuk elfogadja-e, és az, hogy aki Mészöly díjas, most már évekre visszamenően látszik, hogy ők évtizedek múlva is értéket fognak képviselni, és minden választásunk, vagy a kuratória minden választás, az összes Mészöly díjazott szavatolja ezt. Alapvetően a Mészöly Miklós Egyesület elnöksége választja ki az évi díjazottat. Mindig az év végén döntünk a díjazott kötetről, és vannak alapelvek, amelyek mentén választunk. Például az, hogy a mészői étoszhoz illeszkedő, vagy az továbbvívő szerzőről legyen szó, az, hogy a kísérletező kedv, az, hogy ne csak az adott sémát, vagy egy éppen aktuális sémát kövesse az a próza, amely mentén szerveződik, tehát hogy az újítás az általában egy fontos szempont szokott lenni, és sok esetben az is, hogy közéleti témánkban is megnyilvánuljon a szerző, hogy legyen mondjuk társadalmi felelősségvállalása is. Az ez évben átadásra kerülő Mészöly díjat idén Seyfert Natália vehette át az Örök Panoráma című könyvéért. Vele a Kultúrszoba következő adásában láthatnak beszélgetést.